és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljatok helyet. Nagyon nagy szeretetben köszöntelek benneteket, akik itt Stuttgartban, a Bruder Klaus templomban újból együtt vagyunk, hogy keresztény hitünk legnagyobb titkát, az Úr Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Feltámadtam és veled vagyok, kezedet rajtam nyugtatod, csodálatos a te tudásod, alleluja. Így hangzik a mai ünnepi szentmisének kezdőéneke a 138. zsoltárból. Régen történt, a hagyomány szerint az ős egyház korában, amikor bátorság kellett a keresztény hit megvallásához. És akkor a föld korában halat rajzoltak, görögül ichthosz, kezdőbetű pedig Jézus Krisztus, soter tu teu, vagyis Jézus Krisztus a világ megváltója. És ez nem volt más, mint hitvallás. Annak a hitnek megvallása, hogy az Úr Jézus Krisztus a föltámadása által az univerzum, az egyetemes világ benne az ember üdvözítője, az én megváltó. Ismételten mostani húsvétunkban e titkot ünnepeljük. Verset hozunk mindig nagy ünnepeinkre. Engedjétek meg, hogy ez alkalommal ugyancsak Dzsida Jenőtől a verset most én hozzam, húsvét dicsérete. 10 évvel a trianoni döntés után ez a szonett, amelyet hallani fogunk, Erdélyért aggódó embernek vallomása. A helytartó Pilátusok alatt nincs igazság, de megmaradt a feltámadás örök reménye mellett az emberi kérdés. Feltámad-e a bús erdélyi földön, ki meghala és eltemetteték? Közel 100 esztendő távlatából ennek a versnek most is üzenete, időszerű üzenete van, hiszen a feltámadás, a lelki értelemben, a spirituális értelemben vett feltámadás az állandó megújulás óhaját is jelenti számunkra. Hogy hogyan? Ezt az igazságot próbáljuk majd az elmélkedés során közösen kibontani. Jöjjön hát a vers. Dzsida Jenő, a húsvét dicsérete. 1930 éve szent zsidók földjére nagy próféta támadt. Emlékének, mely bágyat, égi bánat, szenteljük ezt a sárga pergament. Rágondolok, míg járom Golgotámat, mivel hogy nincs igazság idelent, Pilátus alatt a keresztre ment, de harmadapra új életre támadt. Alleluja, nagy bástyákat ledöntöm, rivas, csodára váró tűzben ég, falu és város, ház, tébolyd a börtön,
Minden üszkös, az arcok feketék. Feltámad éj a bús erdély földön, ki meghala és eltemettetik. Mostani szentmisét hálával és nagy szeretettel a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség híveiért összességben szeretném fölajánlani. Ugye mi azzal büszkélkedhetünk, hogy egyházközségünk 15 részegyház közösségből áll. És tudjátok, most ti, akik itt vagytok, azokat is képviselitek, akik más közösségekben élünk. Velük együtt szeretnénk ma köszönetet és hálát adni föltámadt üdvözítőnknek, húsvét nagy kincséért és kegyelméért. És hogy erre a háladásra mindannyian egyénileg és közösségileg is méltók legyünk, most a szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkismeretünket, bánjuk meg bűneinket. És természetesen, mert szeretetünknek nincsenek határai, azokat és hálás szeretetünkben hordozzuk, akik egyházközségünkön, egyházközségeinken kívül, máshonnan, de ma velünk együtt ünnepelnek. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Jesus.
Könyörögjünk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és szeret bennünket a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Judea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájául rendelt. Minden proféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten ígéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Kolosszaiékhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, amit odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljatok, figyelmetek ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Úr,
Resurrexit Dominus mere. Alleluia, alleluia. Resurrexit Christus hodiem. Alleluia, alleluia. A húsvéti bárány keresztények dicsérve áldják. Krisztus ártatlan bárány, vérének árán nyája bűneiért megengesztelte atyát. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll, élet ura sírból fölkél, és győztesen él. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, föltámadt urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését, urunk halotti leplét. Föltámadt Krisztus reményetek, Galileába megy előttetek. Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk, győztes király, könyörülj meg rajtunk. Dominus vere, alleluia, alleluia. Surrexit Christus hodie, alleluia, alleluia. Surrexit Dominus vere, alleluia, alleluia. Surrexit Christus hodie, alleluia, alleluia. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfut a Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcs leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves ünneplő testvérek, a szent 40 napos bőti készületi idő a mai ünnepünkkel, húsvét ünnepével értelmet nyer. Hiszen húsvét ünnepe, Jézus Krisztus feltámadása, a halálon aratott győzelme. Egyben mindannyiunk számára a remény ünnepe. Így van ez, immár közel 2000 esztendeje. Most a nagy hét liturgiájában, a szent három nap liturgiájában mindig egy-egy képet, egy-egy gondolatot vettünk elmélkedésünk tárgyául.
Nagy csütörtökön az Úr Jézus Krisztus szolgáló szeretetét és végtelen ajándékozó szeretetét szemléltük. Örök példa, örök minta ez számunkra. Példát adtam nektek, hogy amit én cselekszem, ti is hasonlóképpen tegyétek. Nagypénteken megismerhettük Jézus csendjét, ürességét, és azt a fajta érzést, amit félelemnek, aggódásnak is nevezhetünk. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedések kelyhét, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. És közben azt is megnéztük elmérkedésünkben, vajon én magam életének krízis pillanatában hittel tudom-e kimondani ezeket a nagyon súlyos és mély szavakat. Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Mert amikor ezt sikerül kimondanom, megjelenik benne a bizalom, ő tudja, hogy mi szolgálja az én üdvösségemet, az én javamat. Mert a dolgok sohasem úgy történnek, ahogyan én akarom, hanem úgy, ahogyan Isten örök tervében, szeretetében történniük kell. Hívő ember nagy kincse ez. És aztán így érkezünk meg a nagyszombatot követően a húsvéti vigíliai ünnepbe, és a nagyszombatot áthatja a még mélyebb üresség, a csend, annak mindenféle érzésével, tartalmával, amikor az ember egészen egyedül van, amikor csendben van, bár a külvilágnak parancsolni tud, ki tudja kapcsolni telefonját, el tudja dönteni azt, hogy igen, csendben akarok maradni, nem látogatok el a szociális oldalakra, nem hagyom magamat megfertőzni mindenféle hírrel, míg azt is megtehetem, hogy nem hívok fel senkit, nem fogadom hívását, csendben maradok. Na de mi van az érzéseimmel, a gondolataimmal? Azok zakatolnak bennem, és a kérdés az, hogy hogyan birkózom meg velük. Megterhelnek, maguk alá gyűrnek, vagy abban a csendben, ami egy kicsikét hasonlít a kozmikus csendhez, mégiscsak ott van az a felemelő, kegyelmi érzés, hogy a csendben valami nagyszerű dolog is születhet. Bizalmam, hitem, reményem iránta, hiszen a húsvéti gyertyán Krisztust jelképezi, megerősödhet. És akkor elérkezünk a mai ünnepünkhöz, húsvét ünnepéhez, amely egymagában mindent értelmez és magyaráz. Amit Pál apostol így fejez ki, ha Krisztus nem támad föl, hiába való a mi igehirdetésünk, hiába való a mi hitünk, hiába való mindaz, amit teszünk, cselekszünk, mindenki másnál szánalomra méltóbbak vagyunk. De nem siet hozzátenni. Krisztus feltámadt elsőként a halottak közül. És immár közel 2000 esztendeje, a hívő ember, a Krisztus hívő ember ebből merít erőt, reményt, vigaszt. Krisztus feltámadt elsőként a halottak közül, és hozzá hasonlóan mi is feltámadunk. Nem a szenvedésé, nem az igazságtalanságé, nem a kiszolgáltatottságé, nem a hatalomé az utolsó szó. Krisztus példája szerint mi is feltámadunk. Kérdés az, hogy mennyire élő és eleven bennünk ez a hit.
A mai kor embere különösképpen nagyon büszke az ő értelmére. Azt is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben joggal. Határokat feszeget az élet meg annyi területén. Persze ebben óriási nagy a kísértés, mert egy adott pillanatban azt mondhatja, nekem már nincsenek határaim, én mindent meg tudok oldani, mindenre van válaszom, aztán látjuk, hogy egy éve a koronavírus járványra nincs válaszunk. Még mindig csak keresünk, kutatunk, tapogatózunk, még mindig elkísérnek érzéseink, elbizonytalanító érzéseink. És amikor már van valami a kezünkben, akkor még újabb kételyek jelennek meg életünkben. Vajon ez a jó vakcina, másik a jó vakcina, bízhatok-e bennük, kiben bízhatok? Meg annyi kérdés, mert az ember nem Isten. Az ember mindig teremtmény marad. És addig, ameddig én ezt nem ismerem fel magamban, addig Istent játszhatok. Elhitethetem magammal és a nagyvilággal, van hatalmam, van pénzem, van lehetőségem, tehát mindent megtehetek, és nem. Minden ember életének vannak korlátai, vannak határai, és valamiképpen húsvét ünnepe ezekre a határokra, ezekre a korlátokra is emlékeztet bennünket. Mi az, ami Krisztus feltámadásának tényét igazolja? Az üres sír. Belegondoltatok már? Jézus feltámadásának csodálatos örömhírét az üres sír bizonyítja. Hogyan? Ahogyan hallottuk az evangéliumban a hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, ugye a sötétségnek is egy nagyon fontos szerepe van, úgy általában a mi életünkben benne van a bizonytalanságnak az érzése. Mária Magdolna kiment a sírhoz, és odaérve azt látta, hogy elhengerítették a követ. Erre, mert hogy csak annyit lát, hogy a sír üres, szinte kétségbe esetten visszaszalad az apostolokhoz. Elszalad Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, hiszen Szent János evangélista jegyzi ezt a beszámolót, vagyis Szent Jánoshoz, és azt mondja, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Gyönyörű ez a mondat. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Érzitek benne a kétségbeesést, érzitek benne a fájdalmat, hiszen ő jött, hozta a keneteket, hogy azt, amit nagypéntek délutánján nem végezhetett el, ez a kegyeletnek a jelenet volna, az Úr Jézus Krisztus holt testével most elvégezhesse, befejezhesse. És helyette az üres sír fogadja őt. Péter és János útnak erednek. Annyira gyönyörű és megható János vallomása, hiszen ő fiatalabb, hamarabb ér oda a sírhoz, de van benne tisztelet. Megvárja, amit Péter is odaérkezik. Itt is érdemes megállnunk, hogy milyen világban élünk ma, van-e még tisztelet a másik iránt. Tisztelet, ami nem a korról szól, nem a tudásról szól, hanem egyedül az emberségről. És én csak akkor tudom tisztelni a másikban az emberséget, ha magamban is tisztelem az emberséget. Ez is egy nagyon szép gondolat. Vigyétek, ízlelgessétek, gondoljátok tovább. Odaérkezik Péter, benéz, és látja az ott hagyott gyolcslepleket, de nem megy be. Annyit látnak, hogy a gyolcsleplek ott hevernek. És amikor János apostol is bemegy, akkor ez az egyszerű, rövid tőmondat zárja le a történetet. Látta mindezt, és hitt. Látta mindezt, és hitt. Döbbenetes mondat ez. Óriási vallomás. Ott és akkor, abban a pillanatban semmiféle kérdés már kételyként nem merül fel benne. Miért üres a sír? Mi történt az Úr Jézus holttestével? Nem.
látja az üres sírt és hisz. Mert ez a hitnek a lényege, amit nem lehet észérvekkel értelmezhetővé tenni. Nem lehet megmagyarázni, nem lehet valaki mást meggyőzni. Ez a hit mindig az emberben születik, bennem születik. János betekint, benéz, látja és hisz. Azt kell mondanom, hogy immár 2000 esztendeje ez az üres sír számunkra is a legnagyobb bizonyíték Krisztus föltámadása mellett. Egyetlen egy kérdés csupán annyi, és ez egy személyes kérdés, te hiszed-e? Én hiszem-e? Hiszem-e, hogy Krisztus valóban feltámadt? Ezt üzenni nekem az üres sír. Amen. Most pedig örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben. Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anya Szentegyházat. A szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten, általa terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Kérünk téged, legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá letértünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, ki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszál zengik és egy szívvel éneklik. És méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és nép együtt tesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adat. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Thank you.
ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, hogy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte apostolait, békesség nektek. Ezért kérjük, föltámadt üdvözítünk Jézus Krisztus ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét, és az itt egybegyűlt hívő közösség hitét. Kérünk, őrizd meg bennünket ebben a hitben, kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Békesség veletek. Asztalához Jézus, a mi húsvéti bárányunk. Uram!
Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra, Krisztus a mi Úrunk által. Most pedig a húsvéti eledelek megáldása következik. Könyörögjünk! Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek Mózes szolgád által, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldök fáját, áld meg és szentel meg a hús eledeleket, hogy mi a te gyermekeid, a te dicsőségedre magunkhoz veszünk, benne örömünket leljük Krisztus a mi Úrunk által. A húsvéti tojás eledeleket áldom meg, kérünk Istenünk, áraszt bőséges áldások kegyelmét a tojás eledelre, add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik háladással veszik azt magukhoz, a mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Minden nap eredelünk a kenyér, ünnepi asztalunkon pedig a kalács foglal helyet. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eredele, az örök élet kenyere. Áld meg a húsvéti kalácsot, mint ahogyan a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle. Általad kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. És a többi húsvéti eledel, nem utolsó sorban az italt is megáldom. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezeket az eledeleket és italokat, melyeket tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szent neve segítségű hívására, adj testi erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
előtt természetesen szeretném megköszönni az itt jelenlévőknek és mindazoknak, akik bekapcsolódtak szentmisénkre a jelenlétet, a részvételt. Kívánom, hogy a föltámadt üdvözítő Jézus Krisztus kísérje mindennapjainkat. A tegnap este is elmondtam, hogy a szokásaink, a hagyományaink nagyon fontosak. Székelyföldön, ilyenkor Csíkszeredában több ezer kosarat helyeztek el. Tavaly esztendő volt az első, amikor nem kerülhetett sor nyilvános étel szentelésre. Nem tudom, hogy az idén ez hogy történt, vagy hogy történik. Egyszerűen csak reménykedünk abban, hogy ennek az ínséges időnek vége lesz, és ünnepeinket mindig az elkövetkező időben, maguk szépségében, teljességében megülhetjük. Bár minden relatív, viszonylagos, ha mai ünnepünkre gondolunk, mennyire más volt, mint a tavaly. Ebből is merítsünk erőt. Holnap, húsvét hétfőjén, itt Stuttgartban újfent szentmisénk lesz, 9:30. Eredetileg úgy volt, hogy a német közösség híveivel együtt, de végül is ők ettől elálltak, nem úgy ma Schwäbischmünchben, ahol a német közösséggel együtt ünnepeltünk, és nagyszerű érzés volt, hiszen mindannyian helyileg a német közösséghez is tartozunk, amikor nem tudunk magyar nyelvű szentmiseinkre eljönni. Kívánom azt, hogy a mai húsvéti szentmise végi áldásunk mindannyiunk otthonába, családjához eljusson, és ez erőt adjon nekünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ér, menjetek békével, alleluja, alleluja.